vagytok, hagyd köszöntselek benneteket a hatodik mondokonon. Ezzel meg is kezdenék a megnyitót. Látom, hogy folyamatosan bővül a paletta azoknak a száma, aki itt megjelenik, mind jelmezileg, mind nem jelmezileg. És akkor át is adnám a szót Judikónak, vagy a Keronnak. Üdvözlök mindenkit! Amikor, ahogy is mondta, hatodik mondokonon, minden a szokásos rendben, tehát visszatérő vendégeink mindent ugyanott fognak találni, ahol eddig is, úgyhogy remélhetőleg minden gond nélkül eligazodnak, de természetesen mindig vannak újak, úgyhogy röviden ismertetjük a fő programokat, illetve a helyszíneket. Jurika? Kezdjük akkor ezzel az épülettel. Itt nem sokára a megnyitó után a harcművészeti bemutatót láthattok majd kb. 11 órától. Majd lesz tulajdonképpen ilyen infopultot találtok itt szemben, ez az egyik legfontosabb szerintem, mert elég sok minden itt fog összefutni. Egyrészt itt kaphatjátok a programfüzetet is, amiben ugye megtaláljátok a mai és a holnapi programokat, illetve a sütisütő versenyre is itt lehet majd regisztrálni, adhatjátok le a sütiket és az ételeket. Továbbá azért is fontos, mert az infopultot fogjuk összegyűjteni a különböző versenyeknél a közönség szavazatokat, értelemszerűen ahol közönség szavazat létezik. Gyorsan csak átszaladnánk itt a mai programokon, ugye a harcművészeti bemutatót azt már említettem. Utána 12 órától egy Kokia koncert videót láthattok, talán még vannak itt olyanok, akik itt voltak az eredeti koncerten. Ebből... Vannak itt olyanok, akik itt voltak? Ebből üdvözlőjük akkor visszatérő vendégeinket. Aki pedig lemaradt róla, az most akkor így betekintés nyerhet, hogy mi is volt itt, és reméljük egyszer majd valamikor legközelebb újra itt üdvözölhetjük őt. A koncertvideó után kezdődik a cosplay verseny. Erről mondanék néhány szót. Ugye mai napon és a holnapi napon is lesz cosplay verseny. A mai napon a craftsmanship-et, azaz a kosztümkészítés versenyt láthatjátok. Itt ugye szokásosan arról lesz szó, hogy azt értékeli a zsűri, hogy az adott versenyzők mennyire jól, pontosan készítették el az adott ruhát, mennyire jó és érdekes technikákat használtak. A zsűri fogja értékelni őket, illetve ti is adhattok le majd szavazatot. Itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, főleg ha vannak itt köztetek versenyzők, hogy a zsűrizés nem sokára kezdődik, sőt, talán már el is kezdték, úgyhogy ha van itt köztetek olyan, aki versenyzik, az legyen szíves felfáradni az első emeletre, és akkor segítenek a segítők eligazodni. Szerintem majd a cosplay verseny kategóriákra majd a versennyel beszélünk. Ami még fontos, hogy karaoke is van az épületben, fent a legfelső emeleten, minden órában kaszinó lesz, illetve még az este folyamán 18:30-kor itt a nagy színpadon karaoke másként dolog indul, itt majd a karaoke szervezők el fogják mondani, ami majd ugye fontos. Mit jelent ez, hogy másként? Szerintem gyertek és majd nézzétek meg. Vetítésünk is lesz még, ugye? AMV vetítés, illetve filmvetítés is lesz, másodpercenként 5 cm. Az AMV vetítés során most annyi változik, hogy a vetítési blogban nem fogjuk a nyerteseket levetíteni, őket csupán este a díjkioszton, és így a zsűri által kiválasztottakra majd nem is lehet szavazni, tehát a közönség kedvencé az a többiek közül lehet majd leadni a szavazatokat rájuk. A többi épületben pedig, ugye a fogadó épületében, ami balra látható, az alapvetően gamer programok vannak, tehát a legkülönfélebb konzolos és PC-s játékokat lehet kipróbálni, Kinecten, Xboxon, PS3-on, Wii-n, a teljes paletta rendelkezésre áll, illetve PC-s játékok is, több versenyünk is lesz, ma Tekken, Just Dance és Cars, holnap pedig majd Street Fighter, Just Dance, illetve holnap lesz a StarCraft 2 is majd. A versenyeken kívül büszkélyet, hogy nagyon sokan több olyan játékot is kipróbálhattak a mondókonon, ami még megjelenés előtt áll. Ebből talán a legnagyobb dobás az a Battlefield 3, ami hamarosan fog megjelenni, és az egyik legjobban várt játék egyébként. Arról híres, hogy az elővételben eladott példányainak a száma rekordokat döntött. És most kipróbálhatjátok, és nem csupán a más helyeken is kipróbálható beta verziót, hanem van olyan szerencsénk, hogy egy fejlesztői verziót is kaptunk, amiben a kooperatív co-op módot lehet kipróbálni. Persze szigorú körülmények közül, és erről tilos bármiféle felvételt készíteni, úgyhogy lefüggönzött helyen lehet csak
kettesével kipróbálni, de ha érdekel titeket a Battlefield 3, még a megjelenés előtt olyan részeit látni, amit szinte senki nem látott a világon, a fejlesztőkön kívül, akkor a fogadóépületében mindenképpen nézzetek be. Az épületben van egyébként, hogyha hátrébb mentek, a kultúrkorner, ahol különféle előadások, workshopok, kiállítások vannak. Van egy Lolita kiállításunk, ami mindkét nap megtekinthető lesz. Magyarországi Lolitákról készült fényfotó kiállítás ez. Van egy japán baba kiállításunk, ez is végig ki lesz rakva. Illetve most kezdődik a Papercraft workshop, lesznek különféle előadások, és megint lesz kerekasztal beszélgetés is. Kiemelném, hogy a mostani kerekasztal beszélgetés témája egy rendkívül, hogy mondjam, az animés közönséget erősen megosztó téma a yaoi lesz. És utána pedig Kálovics Dalma fog előadást tartani a yaoi témakörében. Akik nagyon-nagyon régi korra járók, még sok-sok évvel ezelőtt már hallhatták őt egyszer ebbe a témába előadni, akkor rendkívül népszerű volt, valószínűleg most is az lesz. Végezetül pedig ugye van a 25-ös épület, ahol a vásár mellett az emeleten a DDR vár titeket, most már egyre nagyobb kiterjedésben, ugye billentyűs versenyeik is lesznek, illetve a 25-ös épületben ismét van manga kissa, tehát egy kis teázó, nagyon hangulatosan kialakítva, ahol olvasgathatjátok a mangákat közben, amiket tehát így könyvtárszerűen is működik, be lehet ülni és olvasgatni az ott levő mangákat. Úgyhogy, aki egy kis pihenésre vágyik, az mindenképpen derítse fel a 25-ös, ahol ugye sushit is talál, egyébként itt az emeleten is. Úgyhogy, aki pörögni akar nagy eseményeken, az ide jöjjön, akit a gamer vagy a kultúrkorner érdekli, az nézzen szét mindenképp a fogadóban, aki pedig vásárolni vagy kicsit pihenni, az a 25-ösbe menjen. És ami a legfontosabb, érezzétek jól magatokat, köszönjük, hogy eljöttetek! Jó szorakodat! Erről legyen veletek!